Atlas Black. Ja, megint nem mutatja. 7-es vagyok. Azt mondja, hogy még egyszer Atlas Black. Your ship has been delivered to the following landing pad. Én meg a 8-as melletted. Ah, működni fog, mert nem vonta le a pénzem. Úgyhogy... Sőt, akkor már most is tudok még venni. Nem. De működnie kéne. Várjál csak. Nekem 64.184. Ha én még tudtam venni még hozzá. Most már 52 SCU-m van. LOL, és nem mondta le a lóvét. Azt mondom. Oké, még tudtam hozzá, most már 60 SCU-m van. Próbáljuk meg. Érdekes, 60 fölé nem enged. 14. Bával együtt se. Na igen, megmondom, tele ment az SCU-t. Én is tudtam venni 14.110-ért még mellé. Most raktam tele a Cutlass-t. Viszont innestől kezdve akkor megírja felváltanom Aquilára, hogyha ez így megy. Ja. Most ugyanúgy 64 ezer van még mindig. Akkor innen nem lépünk ki, de a következő kört már Aquilával fogom nyomni. Na, akkor megyek a 8-asra. Én most még próbálkozom. Érdekes, nekem nem engedi 60 SCU fölé menni. Tehát hiába van még pénzem, 60 SCU fölé nem engedi. Na mindegy, ez is több, mint a semmi. Ja. Én már plusz 14 ezerrel vagyok. Az kb. Akkor lesz még egy ezres nagyjából. Ja. De most lehet akkor 4 ezeret tudok majd eladni ebbe a körbe. Viszont már most, amit idején nem tapasztaltam, mint a hangyafasznyi akadások lennének. Remélem nem szakad le a szerver itt nekünk. Ja, mert ugye lehet, hogy ez is bugoltatja. Aztán mínuszba kerülünk. Ja, nagyon mínuszba. Amit itt csináltunk 3 óraig, az mind oda lesz. Ennek ennyi a kockázata. Egyszer leállaltunk a szerver, vége. Ja, de csak az odautat kell kibírni, az meg elég rövid. Hál' Isten. Na, töltsük be akkor a célpontot. Ó, sajnos 3 ugrás lesz. Nem baj. Your systems are online. Imád mindjárt, ami a rövid mi. Szia, majd szólok, ha kész lesz. Már lehet, hogy pont nem soká végez, 90%. Elmegyek valami, az kavai lények, hozzá a csukor, de jöjjön vissza. Jó van. Mindjárt kész vagyok. Oké. Mehet. De jó lenne, megcsinálnák úgy a kvantumot, hogy lássuk egymást benne, hogyha egyszer rúglunk. Igen. Ja. Biztos, hogy eszembe jutott nekik is, remélem olyan lesz a fejlesztése. Quantum drive is now off. Ráálltam OM1-re. Oké. Kész. Kész vagyok. Én is. Ja. A bolygónak a fehér színe eltakarta a nevedet. Ja. És azt hittem, hogy te ugrasz most. Mi van? Ja. Semmi. Ezt te vagy itt? Remélem. 1000 méterre vagyok. Ha? Nincs ellenség. Arról téloztam. Most fogtam meg én egyszer. Igen. Én is csak még... Én lassabban kezdtem eltölteni. Jaja, kész vagyok. Na itt vagyunk. Lámpát nyomja. Igen. Szal lenne most eldurran egy cikla. Ah, látom a lámpáit a hajóknak.
Ja, én is most látom. Pont felénk nézett a ja. szállási. Na, akkor kérjünk leszállás engedélyt. Na, ha jó, hova tesz engem vajon? Na, mivel nem kaptam meg? Én most kaptam. Na, de... én is. Ó, legtávolabb. De jó. Én meg pont felé kapom. Na, igen, mert hogyha akkor tudnád a kettesre kapni, hogyha ott lenne valaki. Az alsó. Igen. Na, és most kikapcsolom a lámpát. Egy. Akkor most én hagyjam úgy? Igen. Tudom, épp kérni akartál. Basszus, mire felérek innen? Ha, most működik az oldalsó ajtó. Ekkor a szal lenne, megjönnék egy ajóval, kiugranák, valaki pont beugrana, mondjuk Evából, hogy ellopná a hajómat. Ja. Összes pénzem oda lenne. Hát az ezért jó a freelancer, azzal még ezt se lehet megcsinálni. Jó. Bár nem tudom, lehet, hogy azon az oldalsó ajtón is be lehet ugrani. Nem. Nem tudom. Tiltva van, én próbáltam. Kiugrani sem lehet belőle. Ja. Hívtam a liftet. Itt vagyok. Jó reggel. Halló. Már kicsit elmúlt, de... ja. Ja. Mostanában volt. Igaz, hogy fél hatkor nyertem. Miért nyertem? Keltem. Na! Csak egy gyors kérdés, vagy kettő. Nem tudom, emlékszel-e, még mentünk együtt, múltkor mutogattad a hajót, tök jó, meg minden. Ma láttam amúgy egy videót. Nagyon prima hajó volt benne, de nem is az a lényeg. Lehet már venni ingém nagyobb hajót, kreditért? Lehet nem igazából, de ha reset van, oda lesz, tehát nem tudjuk ugye, hogy mi se, hogy... Igen? Ja, nem, csak annyit akartam, hogy akkor ez nem marad meg, tehát nem érdemes grindelni... Egyelőre örökre nem marad, tehát ezeket resettelik a főpecseknél. Lehet, hogy 3 hónapig is meg lesz, tehát úgy mondva érdemes vele játszani, meg ki tudod próbálni. Hát most ugyan a 3.4-es, tehát a következő az december 15-re tervezik, aztán igen. Lehet, hogy mondjuk csúszik, de most decemberben lesz, az gondolom az mindenképp. És akkor resetelődik, szóval. Aha, tehát nem tudtam, hogy a PTU resetelődik, csak vagy... Live van. Minden. Csak live van most jelenleg. Aha. Jelenleg meg ja, csak live van. Aha. Na, ezt viszont jó. Most nem tudom, hogy ez normális, amit ír? 81 ezer, vagy mennyit tudtam kivenni, most nekem már 146 ezeret írt át. Persze, én is 100 akármennyiért tudtam eladni, szóval most van 173 ezerem. Igen, akkor viszont ebből tudjuk, hogy úgy ez nem valós összeg. 3000-re lehet többünk. Igen. De ezt elkölthetjük attól függetlenül az egészet, úgyhogy... Ja, de innestől viszont én nekem meg azt kell, hogy Konival menjek. Ja. Mert akkor onnan többet tudok szakítani körönként. Ja, odafelé még mehetsz a gyorsabb hajóval. Ja, azt mondt meg lehívom a Konit. Most éppen farmoljuk a PS2-en trade-del keresgélünk. Menjünk 2 hajóval, aha. Megpakoljuk a hajókat, aztán eladjuk a cuccot. Aha. Hát gyakorlatilag 3 óra alatt kerestünk már 50 ezeret. Az szép. Na már csak azért, mert most már nem akarom föltelepíteni, mindegy, rendeltem egy SSD-t, holnap elvileg el tudok érte menni. És akkor föltelepítem, mert annyira szűkös az a 250 gigás, úgyhogy rendeltem még egyet. Jaja. De akkor lehet, hogy holnap telepítem. Jé. Meg arra majd elfér akkor a PTU is, hogyha kijön esetleg egy béta valamikor. És az alfának a bétája. Jaja. Jól. A beta az a két év múlva körülbelül. Ja, hát nem is úgy gondoltam, mert a PTU alatt. Ja. Alfának a bétája, ez jó. Ja, jó van, akkor jó trédelget, és holnap jönnék egyébként, nem tudom, mert nekem nincs nagy hajóm, de azt meg lehet csinálni élesbe is, amit hát csináltunk. Most van a Free Fly, akármelyik hajót, ami jelenleg ízé van, ki lehet venni, tehát például most bejönnék, Caterpillart is kiveted. Wow. A legnagyobb hajót is. Tart, egy napig. Ma 5 órakor lesz váltás, ma jönnek az idegenhajók, a vandulhajó, meg ilyeneket lehet kipróbálni. Ugye mindig más gyártás. Minden nap más gyártás volt. Első nap voltak a... Értem. Első nap volt az Envil hajók, második nap volt az Eresi hajók, harmadik nap volt a Aegis, utána jött a... Ahol most járunk? Jól mondom? A Drake, és akkor most lesz az idegenhajó, aztán legutolsó nap meg a MISZK.
Ja nem, még van a izé, hülyeséget mondok. Van a kisebbek, a kisgyártók, tudod, amikor a Tumbril ciklon, tehát a földi járgányokat, amiből csak egy-kettő van. Azok össze vannak vonva. És ja, úgy... mert láttam, akkor valaki felrakta a Vandult, akkor az, azzal lövöldözött, mert csodálkoztam, hogy mindenkinek van mindenféle hajója, de akkor ez valószínű az, aki próbálta. Az a fél, ilyen nagy karja van jobb oldalon. Így. Ah, igen. Azt mondjuk, az neki meg lehet. Az viszont az neki meg lehet. Aha. Mert még egyelőre nincs van. Az tetszik. Az több száz. Ha jól emlékszem, az nem olcsó hajó. Lehet, hogy az a 440 dolláros hajó? Van Duglavi, mintha az nem lenne, hogy az lenne az. Uh-huh. Na mindegy, ja, minél lekések egy-két hajóról, mindegy. Most már nem akarok pöcsölni ezzel, mert 50 giga helyen van az SSD-n, de az nem nagyon sok. Az nem lesz elég. Ja, mindegy, mert... jó, hát jövök, már nem akarok pakolászni. Ja, tudok is. Na jó, akkor jó lövöldözés, vagy trédelés, vagy nem tudom mit csináltak aztán, holnap akkor föl. Ja, oké, csá. Oké, ciao. Hello. Na, itt vagyunk. Akkor hajóváltás van. Ja, hát baromi kíváncsi vagyok, hogy engedi-e vásárolni. Hát nekem egyből kiderül, hogy a 96 SCU-t megbírom emelni. Ma az a hirtelen 9000-eket keresek körönként. Az mert viszont durva. Nekem is több pénzem van, mint amennyi a Frici feltöltéséhez kéne. Mégiscsak 60 SCU-ig engedi feltölteni. Tehát igen, tehát valami korlátja ott van. Igen, tehát érdekes. Ja, hát majd kiderül, hogy most mi lesz be. Minden esetre annyit megér megpróbálni, hogy átváltsak a pillára. Persze, nyilván. Ja, állj már. Na nézzük csak. De a landing service sem mindig legalul van. Most például nekem egy kicsit feljebb van. Nekem vagy legalul, vagy egy kicsit feljebb. Nekem vagy 8 név van alatta. Ja, nem tudom, hogy neked hány kontaktod van, nekem 40 valamennyi. Hát nekem biztos, hogy nincs több, mint neked, mert amikor felolvastad, hogy te kiket szedsz föl, akkor én azokat fölvettem. Tehát vagy kevesebb, vagy ugyanannyi. Ami nekem van. Hmm. Csak a sorrend úgy látszik más most, nem tudom. Ja. Na, köszönjük szépen, Cutlass Black. Meg volt a vele a termelés. Hol vagy? Most megyek be. Ja, más. Máshol szálltál, akkor nem várlak meg a lifttel. Lifttel? Vagy Grimbex-en vagyok. Vagy azt mondom, hogy nem vagyunk Grimbex-en. Vagy PO-nak új helye van? Lifttel kell venni? Nem, airlockot akartam. Na jó, nézzük, fel tudom-e tölteni. 66 SCU. Nem engedi. A bakker. Akkor lehet, hogy itt tényleg egy hiba van, és csak 60 SCU-val tudom feltölteni. Én sem tudom, hogy mi alapján. Igen, akkor hát itt két hiba is van, akkor szerintem nekem csak a freelancer az valójában 60 SCU-s, nem 66, ahogy írja. De az viszont lehet, hogy megjavul azáltal, ha klímre ezzel a hajót. Talán. Erre gondolok. Mi történne a klímelnéd? Nem tudom, csak találgatok. Most már telepakoltam izével. Jó, nyilván. Jaj, csak mondom, hogy lehet, hogy az megoldan, nem tudom. Mert olyan hiba régen volt, hogy rosszul írta ki például a Titánnak is levett 6 SCU-ra a 8 helyet. Ja. Akkor elvileg még 5957 unitom van, akkor még... Én 87 SCU-t tudok venni, 146.980-ért. Akkor 43 és unitok még tudok. És nem bírtam megvenni. 43. Na hallod? Nekem se veszi meg. De akkor mondom, akkor kevesebb, akkor várjál, akkor a 10%-át vond le a 96-ból. Tehát akkor mondjuk, nem tudom, próbálj meg 85-öt, az biztos belefér. A 85? 85-es. Aha, mondjuk. Állja. Billentyűzette hamarabb a tron kapcsolat, mint egére húzigálni. Igen. Basszus, mennyivel... Vagy mégse tudom olyan gyorsan oda léptetni? Na, most léptem át. Ja, itt a lépés megvan.
nézzük 85 opcióval, 144 ezerre, ha se bírom megvenni. Akkor próbáld meg 60-nal? Lehet, hogy neked is csak 60-at enged, lehet, hogy ez egy ilyen hiba. Figyelj, akkor legyen 61. Jó, azt elvileg nem engedi. Azt se engedi, így van. 102 ezerért se tudtam venni. Igen, akkor 60-nal. Akkor 60-nal, nézzük. Lehet, hogy ez le van arra korlátozva. Lehet. Most felléptetek, hogy 61-et írjon, aztán lelépek 60-ra. Nekem most kereken 60-at szállítok, tehát tök kereken. Na most léptem át, 60. Nézzük 60 SCU-val. Nem bírom megvenni ezt se. Érdekes. Hát akkor menj lejjebb. Valami határ csak van. Nézzük 58 SCU-val. Azt se bírom megvenni, 97 ezeré. 57 SCU. Azt se tudom megvenni. Akkor csak szara, izé. Nézzük 54-et. Próbáld meg 50-nel. Hát, jó. Ja. Nagyobbakat is lépkedhetsz, majd legfeljebb lépkedsz fölfelé is. Az nem megy. Akkor megnézzük 50-nel mondjuk. Még 50-et se tudok venni, 84 ezeres engedi. Egyébként megvan a 66 SCU hely a Freelancerben, és bejöttem, és pont 6 láda hely van még. Szóval 66, az jól írja, csak nem engedi. 40 SCU-t tudtam venni. Aha, akkor még vegyél mondjuk 5-öt, hát a 45-öt is enged. Akkor nem igazán értem. Viszont most tudod mi a poén? Így, hogy ezt megcsináltam. Igen. Megvettem. Így most tudsz... Aha. 87 SCU-nyit vettem, elköltöttem az összes lóvémat. Melyet tudok még venni? Tudok. 96 SCU. Na. Feltöltöttem. Megvan. Aha, akkor csak kis lépésekbe tudod feltölteni. Aha. Tehát először 40 SCU-val, aztán ráraktam a maradékot és megint a maradékot. Viszont nálam ez nem működik. Én próbáltam úgy, hogy megvettem a 60 SCU-t, tehát kereken 6000 unit, ugye? Mm. És egy unitot nem tudtam utána venni. Tehát egy... Erre viszont arra kíváncsi azt a végén, hogy mennyi pénzünk lesz, hogy ha ez így tényleg működött, hogy akkor ez nekem mennyit dob. Akkor remélhetek exponenciálisan többet kéne keresnem, tehát akár ilyen 20 ezerrel, nem? Már a legvégén, hogyha összedobjuk. Ja, igen. Oké. Kijelöltem a célpontot. Várjál, én még most szállok be az akvillába. Ja, persze, megvárom. Látom, ott vagy. Most húztad be a langringír. Igen, az egyértelműen egy jó nagy buk, hogy meg tudom venni, az hiába nincs ennyi lóvi. Szerve nem tudja jól értelmezni, vagy mi van, nem tudom. Ja. Azt lenne a poén, hogy a hirtelen bejönjétek, hát fiúk, az innes több rezisztens, megmarad a lóvétok. Ja. Ja, nem hiszem. Ja, tudom. Viszont így ezzel a rendszerrel az a katert pilatokat teli pinnek pakolni. Csak hát nyilván azzal meg ugye benn van a kockázat. Jaj, várjál. Mi a baj? Így elrakja a hajómat. Menjél ki. Igen. Jó, most emelkedek fel. Egyébként ilyenkor együtt is érkezünk meg. Tehát, hogy akkor én lassabban fogok kvantumugrani, hogyha a lassabb hajóval együtt. Figyelj, az én hajóm igazából éppen gyorsabb, mert nagyobb a kvantum meghajtója. Na jó, nem az, csak hogyha... Érted? De akkor te fogsz lassabban menni. Ezt nem tudom teljesen biztosan. Tehát, hogy két teljesen különböző hajóval elugrunk. Hát ezt például azzal tudnánk összehasonlítani, hogy neked mennyi például az út Hearthstone-re ezzel? Hát nem tudom. Kb. Sacra vagy valami. Nem emlékszem. Már egyszer stopperrel nem értem, de már nem emlékszem. Az minden, akkor az eredeti 8 perc valamennyi volt. Az eredeti finanszernek. Viszont nekem mióta kater van és átváltoztatták, 4 perc alatt megjárom. Ja. Megint meg kell keresni a célkeresztem. Nekem is. Ja. Van jobbra fel.
Ilyen piros szövegek jelennek meg nekem a képernyőzetein. Na, a Cryon Mission hülyeség. Ne foglalkozva. Van, hogy néha előjön. Jaj, de jó, ebben már végre a 3D rada. Lehetne minden hajóba. Használhatatok a kid is radar. Ja. Megspoldol nekem, hogy nyomogassam a bét. Ezzel le tudsz itt szállni még, ugye? Hogy a tökömben, azért hoztam ezt. Ugye nagyon nagy hajókkal nem lehet. Így van, tehát ez a legnagyobb méret, tehát a médium, ez a 60 méter a legnagyobb, ami letűr oda. Katert már ugye nem bírom. Azt majd csak akkor, hogyha bekapcsolják azért az újabb hangárokat lent. Van valami ellenség, de... Tényleg? De az is valami, nem játékos, mert hülye neve van. És nem foglalkozunk vele. Hát jó, nem merném kockáztatni az összes lóvéat, mert lenullázom magam, ha meghalok. Jó, most már tudok kérni engedélyt. Na meg se várom, hogy megálljon a hajó, csak nullára leviszem a sebességet, aztán majd megáll magától. Na, mit a hatos természetesen, mi mást? Én biztos, hogy a nagyra szállok, mert csak ott félek el. Ja. Nekem már mindestől fix a helyem. Az a ciki, hogyha... Jajaj. Megállt a játék. Nekem is. Igen. Nem baj, most leszálltam, most már kifagyhatunk. Kösz, innen. De mit akartál mondani? Hogy innentől kezdve ugye nekem van két helyem is, vagy három is, ahova leszállhatok. De neked csak egy, tehát hogyha az el van foglalva, akkor... Akkor nekem várnom kell. Igen. Viszont ha nincs itt senki, akkor meg én vagyok előnyben. Igen, az igaz. Hát igen, én még mindig a lépcsőkön mászkálok oda. Hát én még most lettem a hajó. Ez meg már nagyobb, nem annyira manőverezhető. Aha. Nem baj, legalább egyszerre érünk ide. Hát meg nekem még külön lifteznem kell a hajomból, időveszteség. Igen. Légzsilipen áltengere. Most szálltam ki. Ja, látom. Várlak. Jó kis koni, amúgy nekem tetszik ez a koni, csak parak még jobban. Na hát akkor te keresel itt egy... Jé, kinyitottam az ajtót és azonnal becsukódott. Van olyan. Hát ha én 60 SCU-val és 5000-et majdnem kerestem, akkor te a 96-tal, akkor 9000-et. Igen, 9000-et. Ja nem, nyilván még nem tudok annyit, 7-8, nem, nem tudom, legalábbis a régi rendszerben én maximum 9000-et kerestem a teljes, és azt kellett költenem 153000-et. Még a felit se tudom elkölteni, tehát maximum 4500 körül kereshetek. Ne, kize, nehogy már, hát én a Freelancer 60 SCU-jával kerestem 4000-et. Nem, 40 valahány, 50 SCU-val kerestem annyit kb. Hát nem tudom. Hú, már nem is emlékszem. Azt tudti, hogy 9000 elindítottam. Körül keresed. Hát te indítottad el, nem? Én nem, csak bejöttem, kérlek. Ja. Jó. Várunk, mint a sült galomb. Na nézzük. Igen, mert azt most követni nem tudjuk, hogy mennyi pénzünk van igazából. Ja. És ha meg kilépünk, akkor meg elveszítjük a... ...zét. Igen, jó szervert. És meg a plusz pénzünket. 96 SCU-t tudok eladni, igen? Ja. 172.800 bírom eladni. 108.000-et kerestem így. Nekem most 252.768-at ér. Az igen, az nem semmi. De most elméletek ugye ezt megint elé tudom pakolni, nekem folyamatosan ezek a körök jönnek most már innen. Ja. Ja, erre. De te hogy nem vettél kézéket, hajókat meg ilyen? Na, dolgoztam meg, mit tudom én, mindenféle. Ja.
események történtek. Nem volt akkor az expókon se egyiken se, vagy mi? Csak veled, te mutattad meg először. Jó. Akkor Idris sem láttad meg semmiért? Semmi. Mondjuk jó, a videókon megvan, felvettük. Persze, hát úgy láttam már, hogy tudom, hogy néz ki belülről meg ilyesmi, csak most nem. Igen, nem lehet beleszállni, én még nem láttam belül az Idriszt. Hát, fényképek, nem, ilyen fényképeket mutattak már. Ja. Szerintem, legalábbis én úgy emlékszem, hogy ilyen... És ajtók, nem, koridor, tehát ilyen... Ja, meg mutatták a tetején azt a pilóta fülkét is, azt hiszem. És akkor itt körben vannak székek, vagy nem is tudom. Aha. Én azokkal nem vagyok tisztában, hogy nem is néztem, mert az már tényleg olyan hajó, amit majd in-game lesz, ha lesz. Az nekem nem lehetséges. Az már majdnem annyi, mint az éves bére. Figyelj, akkor most már... Igen? Ha én kibérlek egy Constellation-t, mondjuk, mert én még kibérelhetek. Már nem tudsz, mert nem eredesű napra. Na, Caterpillart. Igen? Akkor azzal is tudjuk. Persze, utána azzal is tudjuk, így van. Ezt mondtam, hogy nekem van is. De neked mindjárt lejár, nem? Neked is le fog járni, ugyanúgy elveszítette is. Tehát hiába most ez élet ki. Ja, igen. Persze. Hát akkor próbáljuk már ki a Caterpillarodat. Hogy azt de az csak Levski. Tehát én nem kockáztatnék, mert kurvára nincs rutinom, és ha összetöröm a hajót, buktuk az összes pénzt. Ja. Az alig fér be a Levski hangárba, mert kb. Akkora a hangár, mint az a hajó. Aha. Tehát, jó. Ahhoz én addig, amíg nincs tapasztalatom, nem merek szállítani. Mert Lorville is úgy szállt, hogy instant összetörtem a katert. Aha. Na, hol van a gomb? Már én is nem tudom, miért leszállás engedélyt keresgéltem, pedig ugrani akarok. Ahogy beszéltünk, meg hallottam közben a Windows, hogy valamit nyomott. Ja. Megnézem mindjárt a laptopot. Nem mehetek, kész vagyok. Pia. Wow. Hátrafelé kezdtem el menni. Quantum drive is now off. Na, megjöttem. Oké, okay. Jaj. Jó. Basszus. Kicsit le neki mentem ennek a gyűrűnek. Béna voltam. Hát úgyis leszállsz, megjavítod. Ja. Most már nincs olyan, hogy kájasztóra kell. Jó, jött egy szappantartó. Na, hova kaptam? Na, én meg azt is tudom fixen, hogy 9 vagy 10. Mert csak ott félem. Meg hát úgyis a közelebbikre adja, ugye? Úgyhogy azt is tudod pontosan, hogy melyik. Nem. Ellenkező oldalán voltam, tehát a nullásnál, annak is a bal oldalán, tehát a túloldalt. És például a 9-esre kaptam, nem a 10-esre a leszállást. Tehát az van, ami eszem. Igen, tehát relatíve logikátlan, hogy miért azt adta. Ott vagy pont, most szállok le. Ja, egyszerűbb lett volna, hogyha kirakom a landingért, mert azért mentem át ennyire. De minden, ettől függetlenül nem volt bajom. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Ugye erre imádom, hogy tökre érződik, hogy van a hajónak súlya, tehát másabbul rakom le. Minden hajót kb. Más irányítani. Na, kereken 6000 unitot tudok venni.
Neked még mindig nem megedd át a 60-os limita? Nem. És úgyse, hogyha kevesebbet vettél először? Kipróbáltad? Hát most már ezt... Lebukta, elmaradt. Ja, de, de még, igen, még pár körrel ezelőtt kipróbáltam. Na nézzük. Nem enged át. Szóval ez a Freelancer 60-asra van redukálva valamilyen. Nem, nekem az összes 163.387 lenne, hogyha teljes... És megbírtam venni a teljes kargót egyből. Ja. Tehát nekem ennyi a maximum pénz, amit lehetne ezzel elméletek keresni. Vagy na, elkölteni. Ez a 96 SCU-nyi. Gyerünk vissza. Azt most megjegyezted, hogy mennyiért vetted? 100, hát mondtam, ez a max... 163.000 valamennyi. Csak ki akartam volna... Abból jött nekem körönként 9000. Körönként. Ha. Hogyha egy teljes izét rakok le. Egy ilyen teljes SCU-t eladó GameMax-en, abból nekem jött körönként 9000. Ja. Csak ugye és ezt nehéz, relatív, ezt nehéz összeállítani, hogy egyszerre legyen 163 ezer a 5-20 ezerből, amivel kezd egy alapjátékos, nem? Ja. De gyakorlatilag ez idő, ami ideig eljutsz. De onnastól kezdve beindul. Innestől lehetne kezdeni keresni a Caterpillarra, mert ugye innen már be vagyok szabva izével. A pénz, ja. A hely, nem, SCU-val vagyok beszabva. Hát lehet, hogy még nem feltétlenül, mert a Caterpillar viszont sokkal lassabb, és ezért lehet, hogy még több pénzt kéne keresned. Hát ezzel. Azzal ilyen félmilliókat kéne költenünk, körönként. Ja. Tehát több százezret kéne elköltenünk arra, hogy megtöltsük azt. És akkor nyilván azzal őrült nagy a haszon. És hát nem, de ugyanannyi a haszon, csak ugyanannyi jóval nagyobb a szám. Már felszálltam. De hol vagy? Én még csak most szálltam föl, megnézek a cuccra. Érdekes, te leszel az ugró. Vagy olyan már rajtász, jó, nem szóltam. Ezt megcsináljuk utána ezzel, hogyha végzünk, akkor izébe. Vagy akár már majd most is izébe, hogy odaadom neked az izét, a felitrod. Azt akkor izébe mind a ketten már jól jártunk. Majd ha végzünk, vagy nem tudom, a közel érzed, hogy mész vagy valami, akkor szóljál, azt akkor visszatrédeljük. Oké. Okay. És akkor mind a ketten kerestünk igen jó sokat. Igen. Mert ez így marha nagy előnyünk lesz. Ja. Találd már meg, hol van. Na, még most jön a célkeresztem. Nekem ideig forgatta a hajón, bazd meg. Olyan lassan akart visszaállni. Megvan. Quantum Drive is now off. Viszont a Konyban is benne van az a hiba, hogy nem mutatja, nullán írja a Chef meg a Flare-emet. Egyszer megnyomom, akkor utána kiírja, hogy van mind a kettőből 20-20. De elsőnek nullát ír. Nekem is. Ja. Tehát nekem is egyszer megnyomom, akkor lesz csak. Ja, amúgy azt írja, hogy mit nem lenne countermeasure-ot. Ja. Na várjál, most nem vagyok benne biztos, hogy hol a leszálló pálya. És én csak utánad megyek. Lassan elkezdenem, kéne lassítani, mert 600-a bericál. Ja, már látom. Vagy legalábbis. Aha. Van egy sejtésem. Igen. Egy. Megvan. Oké. Okay. Irányozz be, azt megyek utánad. Ja, a szikla mögött vagyunk. Aha. Már tudom is, hova fogok leszállás engedélyt kapni. Ja, látom ma is. Radar contact. Ez viszont ezért, ez fixen így volt régen is. Hogyha telipakolt hajóval megyek, akkor biztos, hogy van kalóz, amivel. Ja. Még szerencsére nem túl aktívan ja. Támadnak. Még azt nem tudom, hogy írták, hogy nagy ritkán lehet ilyen
Hogy kiszednek a kvantumugrásból. Igen, az tényleg nagyon jó ritkán, mostában nem tapasztaltam, mert legalábbis egy erre. Ja. Egyszer se szedtek ki engem se. Ja, a Free Fly előtt volt nekem olyan. Viszont az most ugye mekkora szal lenne, elmész egy, tudod jó, hogy mit tudom, kis hajóval vagy, 12 és fél perc az ugrás. Mondod, akkor addig kimész, és a kiszednek. Igen. Figyelni kell. Igen. Fölhívtam neked a másik liftet. Na jó. Elindulok. Lefelé. Landing complete. Dübörög a freelancerednek a hangja. Ja. Poén amúgy, hogy azért a maga a Constellationnek halkabb a motorja, mint annak. Pedig már kétszer akkor a hajó. Szállsz felfele, vagy mi? Aha. Megyek fölfele. Már 400 ezeren van. Majdnem. Csak szeretnéd. 389, na. Neked elvileg már többnek kell lennie. 172.800 ér bírom eladni. És amit 163 ezer ér veszek. Aha. Akkor 9000, jól mondtad, de... Ja, 425.568-at ér nekem innenstől. Aha. Ja, innenstől nekem most már fixer ez a 9000-es kör. Tehát következő kör már 18.000. Mhm. Tehát innenstől meg már kurvára jó, utána már tényleg a Caterpillart kellene pakolni, hogy... legyen a cucc. Szerintem igaz, szerintem megpróbálhatnánk azt is most, legfeljebb nagyon óvatosan szelsz lehet most. Lordridon is úgy próbáltam. De mindegy, ezében Levskin már nem írtam szállni igazából. Ott vagyunk ketten, a kifajtsz nem tűnik el a izé. Ja. Jó, meg hát kéne akkor... próbálni azt, hogy én most, vagy valamelyikünk, én létrehozok egy beacont, hogy átadom neked az összes pénzem. Na, azt megtöltjük azért? Jó. Igen. Akkor viszont lehet jobb lenne, hogy most beaconozni. Csinálj egy békőt, beszállok a hajódba, azt elviszlek a saját hajóddal. Na? Az működik? Elméletek még működnie kéne, az mondják, hogy találkozunk és elvigyelek és lerakjak. Az mindegy, hogy jött-e hajó. Jó. Ezen nem múlik, akkor csinálom. Szerintem... Szólok. Create beacon. Azt nyomogatom, hogyha mondom. Transport. Ja, mindjárt pillanat, csak állítgatom. Hol van a portalizár? Megvan. Value... Ja, várjál, nem tudom mennyi pénzem van, basz. Ja, de ott írja. Mindegy. 389.000... Na jó, egy 400... izét hagyok magamnak, 496... UEC-et hagyok magamnak, 389.000-et kapsz. Várjál? Egy nullával kevesebb. Ugye ezzel a hiba kihasználással oda tudnánk menni, mit tudom, és menni egy aki izét valami milliós hajót lassan. Ja, igen. De nem? Na, akkor mindjárt megy. Oké. Okay. 3, 2, 1... Ment. Valaki lögdös. Nyomogasd a fogadás gombot. Megvan. Oké. Maxi Drake-hez accepted. Oké. Jó. Akkor nyissam ki. Hát valószínű igen. Te nyitottad vagy én nyitottam ki? Te nyitottad ki. Hey. Ja, bocs, amúgy valaki volt itt, azért csuktam instant be. Akkor ne kell, akkor ne. Volt itt valaki? Hát valaki meglökött, mondd mielőtt csináltad a békőt, mondtam. Aha.
Akkor várjál, akkor ezek szerint most van itt valaki? Nem a hajón, odakint. És két neved van. Ja igen, mert ugye én vagyok a kontraktor. Aki szállít. Aha. Ugye nekem kell most vezetnem. Viszont akkor utoljára itt lesz elmentve, azt vágod. Hogy mindegy. Ez a két perces út már nem számít. Ja. Kargó sincs, úgyhogy fel is robbanhatunk. Ja, csak annyi, hogy akkor a küldetés nem készül. Ez igaz. De a pénzt visszakapom, gondolom. Vagy nem. Ja. Na, régen vesztettem még el pénzt, csináltam B5-öt, aztán azért csináltuk a Combat Assistot, mert azzal nem bírtuk elbukni max kis részét. Ugye percenként beért, hogy mennyit volna tudod. Ja. Azt régen azzal csináltuk. Ez nem működött, hogy most így szállítsunk, azt akkor elvisszük. Tehát nekem most van 425 ezrem, akkor elméletek valami közel 800 ezremnek kéne lennie, mi? Jó, 380-at kaptál pont, úgyhogy a... Ja, 800. Jó, azt akkor ezébe, akkor lekérek akkor egy Caterpillart, megpakoljuk, azt akkor azt elviszük Levskire. Ja. Ott már mondjuk szálltam le Caterra régebben. Ja, tényleg itt be tudok jönni a pilóta fülkébe. Azért ez tök jó, szeretek a Free Rancer-nek a Copilot szitjébe ülni. Ugyanazt látom, mint te, csak invertálva, ugye? Már hát ugye a másik oldalról. Ja. Még azt szeretném már megcsinálni figyelj, hogy te lelkéred nekem a ezért minél idejének. Igen, az jó lenne. Az annal feeling ez amúgy, nem egy nagy vasszizdasz lenne. Meg gyorsítana is rajta azért. Há, igen, ugye nincs jól csinálva a partizást. Landing gear-t ki tudnám rakni például. Ja. Ilyesmi. Az néha ment a Caterba. Vagy a co-pilot-t ki tud rakni a landing gear-t, vagy ilyen. Ja. Megvan. Oké. Landing complete. Have a pleasant stay. De a saját hajó, de mekkora köcsög vagyok. 389 ezeret kaptam érte. De ez itt például nem lehet kiugrani. Látod, hiába van nyitva, meg... Aha. Érdekes. Ezt már próbáltam, tehát hiába van, tehát le van blokkolva. Viszont kiírtam, mint a sérülnék. Mindjárt megnézem, csak mennyi nem van. Bele. Nem sérültem, csak mondom, mintha sérülnék. 814.561-en van most így. Na, gratula. Na nézzük, akkor hívunk egy katert. Ezt megrakjuk, azt elvisszük. Aztán meg a legvégén nézőben meg elosszuk.